Több mint 2,5 milliárd forintból fejleszt a Kecskeméti Hő Plusz rendszer Kft. A mai napon ennek az ünnepélyes alapkőletételét tartották az egykori tejgyár helyén. Itt hamarosan megkezdődik egy új gyártó és tároló üzemépítése. 800 ezer forint pénzadományjal gazdagodott a híres koraszülöttekért alapítvány a Captech Kft. Felajánlásának köszönhetően. Az adomány egy új lélegeztetőgép megvásárlásához járul hozzá. Ismét akadálymentes előadással várta vasárnap a fogyatékkal élőket a Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház. A Miniszter Félrelép című bohózatot már audio-narrált formában is élvezhették a gyengén látók. A Bács-Kiskun megyei Kereskedelmi és Iparkamara ismét megszervezte az autóiparosok klubját székházában ma délután. A szakmai fórum célja, hogy bővítse a szakmai ismereteket és választ adjon a vállalkozók kérdéseire. Első alkalommal rendezett jótékonysági bált a Lánchíd utcai sport általános iskola támogatására nemrég létrejött alapítvány szombateste. 250-es részvevői létszámmal megtöltötték az iskola hatalmas sportcsarnokát is.